szikla szélén állok szemben a világ, és így kiáltok, szép volt, szép volt. Szemét völgyek, szemét hegyeken át visz az út, az ismeretlenbe, szép volt, szép volt. A ráérünk el, elkéstünk már rég. Amíg te a csodára vársz, ember, megássuk mind a saját sírunk, és csak sírunk. Nélkülünk a föld biztos szebb lesz, és nevet, ha gondol ránk. És ha így lesz, ne adj Isten, aggódunk majd, amikor már csak szép volt, a ráérünk el, elkéstünk már rég. Nélkülünk a föld biztos szebb lesz, és nevet, ha gondol ránk. Olvad a jég, de bárkánk nincs még, s ha idő van, úgy futunk, mintha elbújhatnánk. Bár aggódni kár, a rend helyre áll, az ember névre kereszt. Amíg a csodára vársz, elfogy az idő. Amíg a csodára vársz, ember, megássuk mind a saját sírunk, és csak sírunk. Talán a nap párszor még fel kell, de nélkülünk a föld biztos szebb lesz, és nevet, ha gondol rá. Hát fiúk, ez igazán szép volt. Élőben zenélt nekünk a Continuum zenekar két tagja, Peti és Robi, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Hát ugye szép volt, ez az új dalotoknak a címe. Ez így önmagában azért még elég sokat hagy a képzeletnek. Hogyan született meg ez a dal? Miről szól? A dal arról szól, hogy milyen szép lesz majd a föld az emberiség után. Tehát sok olyan környezetvédős dalt hallottam már, ami arról szól, hogy gyerünk emberek, hát ezt itt meg kell menteni, ezt a földet, hát így meg úgy. Mi meg azt mondjuk, hogy hát tök jó, hogy ezt csináljuk, szép volt meg minden, a föld is szép volt, meg azt is, hogy mi tönkretettük ezt az egészet, de semmi probléma, hát jó lesz ez, szép lesz ez, majd utánunk újra helyre jön minden, és akkor majd nevet rajtunk egyet, ha ránk gondol a földgolyó. Erről szól a dal. Ugye ennek a dalnak az is a különlegesség, hogy ez az első magyar nyelvű dalotok. Hát sok-sok angol szerzemény után miért döntöttetek úgy, hogy ezúttal egy magyar nyelvű dallal szeretnétek előrukkolni? Szeretnénk azért némiképp a hazai pályát is úgy birtokunkba venni, nem feltétlen csak az angol nyelvű dalokra koncentrálva. Úgy gondoltuk, hogy ez lesz a egyébként is hangvételében egy elég aktuális dal is, tök jó lesz egy ilyennel kijönni most. Egyébként szerintem sokan azt gondolják, és ez lehet, hogy egy ilyen sztereotípia, hogy a metalnak az angol a nyelve. Egyébként valóban nagyobb kihívás magyarul jó szöveget írni egy ilyen zúzós dalhoz? Igen. Igen, jóval nagyobb magyarul. Sokkal kifejezőbb és szebb nyelv. Teljesen más a gondolkodásmód, amivel az ember szöveget ír magyarul vagy angolul. És az a helyzet, hogy én mind a kettőt nagyon szeretem. És szerintem is, ahogy mondtad, egyébként a metal nyelve sokszor azt mondják, hogy az angol, és szerintem a Continuum zenéje is angolul szól, nem tudom, igazán nyugatiul, vagy úgy. Akkor ez most csak egy egyszeri kirándulás egyébként ez a dal? Nem. Nem, most úgy próbáljuk magyarra átültetni ezt az egész munkásságot. Egy-két régi dalt is egyébként elképzelhető, hogy megcsinálunk magyarban.
Hogy ez magyarul is jól szóljon, mert hát azért ezt már tapasztaltuk, jó pár zenekar prezentálta, hogy magyarul is lehet nagyon jó metal dalokat írni, úgyhogy mi is ezen az úton vagyunk. Kíváncsian várjuk majd akkor ezeket is, és hát ha már újdonságoknál járunk, akkor készítettetek nemrég egy cover videót is, hogy a Éva Max egyik dalát dolgoztátok át. Honnan jött ez az ötlet, és miért éppen erre a dalra esett a választásotok? Mindenképpen arra gondoltunk, hogy legyen egy olyan cover, ami igazán populáris, illetve szeretik azok az emberek is, akik nem annyira tekintenek a metalra úgy hallgatható zeneként. Volt más is még a tarsolyban, végül az Alma Maxra esett a választás, és egyébként nagyon jól fogadták az emberek, legalábbis mi úgy tapasztaltuk. Igen, nekünk így szokásunk ilyen cover-öket csinálni. Régen a Nikol Scherzingernek a Poisonját is megcsináltuk metalba, és az is úgy jött egyébként, hogy csak néztem a tévét, hallgattam valamelyik music csatornát, és láttam, hogy de jól szólna ez metalba ez a refrén, és akkor kb. Ez a dal is így választódott ki. Ugye idén megnyertétek a Füles Bagoly tehetségkutatót, ami az ezúttal is gratulálok, és Peti erről már meséltél is nekünk itt a stúdióban, és akkor azt mondtad, hogy ez egy nagyon jó ugródeszka. Hát mik a következő terveitek? Ugye van még ebből az évből is hátra pár hónap, mivel készültök még? Nagyon szeretnénk kihozni még ebbe az évbe legalább 2 singlet, és az egyikre mindenképpen egy videoklipet csinálni. Ez is egy magyar dal lesz, az egy csöppet zúzósabb, ez a lírai verzió, illetve erre a Szép volt című számra is csinálunk videoklipet. Kíváncsian várjuk majd ezt is, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és élőben zenéltetek nekünk. Köszi szépen.